A vadak terítékeny jegyében stört fűtojással készítettem egy kínai üvegtésztasalátát és egy rajzlazacot. A vadak terítéken tematika alapján többek között szarvas, nyúl és fácánhúsból készített fogásokat a 13 séf a 4. adventi termelői napok részeként. Az üdvözlő falatok mellett szakmai beszélgetésekkel is találkozhattak a helyszínre érkezők. Szó esett például a helyi alapanyagok felhasználásáról és az ünnepi menü elkészítéséről is. Nincsen különösen ilyen karácsonyi menünk, én nekem a töltött káposzta az, ami a mindenem. Így karácsonykor a feleségem halászlét, én Borsod megyéből hoztam egy nagyon finom egy savanyú káposztaleves például, mifelénk azt szokták enni, akik a halászlevet nagyon nem eszik. Így változó mindig. Hal van, az a biztos, a többi pedig akkor szoktuk mindig kitalálni. A hévízi és a környező szállodák vendéglátó egységek séfjei által készített falatokat a piac látogatói is megkóstolhatták. A különleges fogások nagyon népszerűek voltak. Az adventi termelői napokkal 4 hétvégén át találkozhattak az érdeklődők Hévízen. Megvalósítását egy LEADER pályázat segítette. Ez lesz a szilveszteri programnak is az alapja. Szilveszterkor az egy szombati napra fog esni, reggel 8-tól másnap reggel 2 óráig fog tartani a programsorozat. Délelőtt termelők mutatkoznak be, délután különböző előadások lesznek, olyan típusúak, amelyek az ünnephez kapcsolódnak. Lesz egy nagy hazai pezsgőkóstoló a Peus pincészettel, lesz egy kis kaviár, és természetesen az ünnepi műsor majd. A szilveszteri programról bővebben a hevis.hu internetes felületen tájékozódhatnak az érdeklődők.